Jókedv, napfény és madarak. A madarak és fák napja alkalmából találkozott közel 1000 óvodás Gyirmóton, hogy már fiatalkorban közel kerüljenek a természethez. Az óvodások főként Győrből és környékéről érkeztek, de a Kölcsei iskola egy osztálya is képviselte intézményét. Gyirmóton már 2000 óta fordítanak kiemelt figyelmet a környezetvédelmére. 13-14 évvel ezelőtt kezdtük ezt el, és az a programsorozatunk neve, hogy Jeles napok a környezet védelmében, és több állomása van, és valóban tavasszal, április első hetében szoktuk tartani mindig a madárgyűrűzést, de mivel azt az időjárás egy kicsit átszerkesztette azt a rendezvényt, ezért aztán a madarak és fák napjával vontuk össze. Tulajdonképpen most ez a madarak fák napja rendhagyó, mert a madárgyűrűzés programját tartalmazza, csak most egy napban összesűrítve. A program gerincét az önfelett játék túl a madárgyűrűzés adta, mely szintén megígézte a vidám csöpségeket. Ez a pici gyűrű, ez nagyon, tehát ennek a mérete, illetve a súlya elenyésző a madár súlyához képest, tehát ha ráraktuk a lábára, akkor azt követően nem zavarja őt. Tehát nem húzza le a lábát, ahogy mondod, ugyanúgy tud vele repülni, tehát abszolút nem zavarja a madarat. A gyűrűk között kisebb madárfajokra illeszkedővel is találkoztak az óvisok, de nagyobb baglyok és kacsák megjelölésére alkalmas gyűrűket is bemutatott a szakember, melyen az az egyedi sorszám szerepel, amely alapján könnyen azonosítható a befogott szárnyas. A madárgyűrűnek a méretétől függően különböző mennyiségű információ fér rá. A minimális információ, aminek rajta kell lenni, ez egy egyedi sorszám, ami alapján bármikor visszakereshető ez a madár. A madárgyűrűzést azt országonként egy-egy gyűrűzőközpont irányítja. Ebben a gyűrűzőközpontba kell minden gyűrűzőnek az aktuális adatait ugye évenként elküldeni. És tehát ahogy mondtam, legalább egy egyeni azonosító szerepel ezen a gyűrűn, de a nagyon méretű gyűrűkön az országnak a kódja, vagy valamilyen felirat. A magyar gyűrűkön általában a fővárosunk, tehát Budapest felirat szerepel. A madár gyűrűzés azért fontos, mert segítségével megállapítható az adott szárnyas vonulási útvonala. Egyébként a gyűrűzést hazánkban körülbelül 200-an végezhetik, hiszen komoly szakmai vizsgához kötött tevékenységről van szó. Gyirmóton újabb jeles napra várják az érdeklődőket a környezet védelmében, május 23-án, amikor is az iskolás csapatokat hívják vetélkedőre.